Cseres Lili Hanna Négy nő című verse Török Tünde hangján. Négy nő ül a teraszon. Teáznak, kávéznak, cigarettáznak. Audrey viszkit kortyol, főzőcsokit harabdál. Virginia, mondja lassan a szemköztülő kontyos nőnek. Én mindig is tiszteltelek. Virginia, szívesen lennék te. Köszönöm, drágám, jelenik meg a félmosoly Virginia arcán. Nem különben lennék én is te. Gyönyörű, bájos, a férfiak álma. Pedig, ha csak ennyi lenne, mondja a falnál ülő nő haját füle mögé törve. Itt bármelyik kötök szívesen lennék. A négy nő felnevet. Legszívesebben most éppen te lennék, fúrja tekintetét az asztal fönn terpeszkedőre. Frida, kérdi Virginia. El tudom képzelni, mondja. El. Hogy Szilvia mélyen belül valójában egy Frida. És te melyikünk lennél, Frida? Három szempár néz kedvesen a füstben ázó alakra. Színes ruháját gyűrögeti, aztán elmosolyodik. Audrey nem, mert akkor le kéne gyantázni az arcom. Most gondolom, hogy tökéletes legyen a kép, téged kéne választanom, Szilvia. De sajnos szívesebben fulladnék folyóba, mint gázzal telt konyhába. Elhallgatnak. Kortyogatják a teát, kávét, viszkit, csokit harabdálnak. Frida szőlőt markol. A füst elhomályosítja arcukat, mintha álmodnának. Nagy terpezben, összezárt vagy keresztbetett lábbal ül négy nő a teraszon. A szél kezd feltámadni. Kilógó tincseik billegnek, mint egy elromlott óramon.